Szadán Vécsei László polgármester, országgyűlési képviselő október 1-én adta át a gyerekeknek a Székely Bertalan általános iskola megszépült iskolaudvarát. Az új óvoda építése szintén a befejezéséhez közeledik, mely a tervek szerint november 3-án fogadja a régi épületből átköltöző 55 óvodást és a 8 fővel bővült pedagógusi gárdát. Az iskolaudvar felújítására az önkormányzat 2 millió, az intézmény alapítványa 2,8 millió forint támogatást nyújtott. A beruházás keretében korszerű játék és sportudvar jött létre. Röplabdapálya, kosárlabda palánk, csúszda, homokozó és egyéb játszószerek épültek. Az ünnepélyes szalagátvágásra október 1-én került sor. Kedves gyerekek, én most legszívesebben elővennék egy ilyen jó vastag mesekönyvet, és elkezdeném olvasni, mert az ilyen ünnepségeknek, az ilyen összejöveteleknek mindig az a lényegük, hogy minél tovább tartsanak, és minél később kelljen visszamenni az iskolába. De hát, ugye nem ez a feladatunk, hogy itt a tanításnak a rendjét nagyon fölborítsuk, úgyhogy kénytelen vagyok mesekönyv nélkül, nem túl hosszan beszélve a legfontosabb dolgot elmondani, hogy birtokba vehető az udvar. A polgármesteri köszöntőt követően Grefné Kálai Tünde, a Székely Bertalan általános iskola igazgatója hosszasan sorolta azoknak az önkormányzati vezetőknek, vállalkozóknak, kivitelezőknek és szülőknek, alapítványi tagoknak a neveit, akik egyrészt anyagi támogatásukkal, másrészt munkájukkal segítették a beruházást. Külön kiemelte Puskás Zsuzsanna és Mihály Kornélia szülők hatékony közreműködését az udvar szépítése kapcsán. És én most felsorolnám azokat a neveket, akik, vagy azoknak a szülőknek, segítőknek, támogatóknak a nevét, akik valóban segítettek nekünk. Elsősorban a képviselőtestületünk Vécsei László polgármester úr, Jámbor Lajos jegyző úr, Petrák Árpád képviselő, alpolgármester úr, aki nagyon sokat segített a különböző gazdaboltból beszerezhető dolgok rendelkezésünkre bocsátásával. Oroszi Sándor, Süni bácsi alpolgármester úr, Petneházi Balázs, Vrabéi Balázs, Török László képviselők és Oroszi Sándor szólás képviselő úr, aki a földmunkák elvégzésében tett nagyon sokat az iskoláért. Az alapítvány kuratóriumának tagjai, szintén Vécsei László polgármester úr, Verébné Kovács Rozália, Papa Tanasziú Tomasz, Nagyné Kis Andrea, dr. Kis Gergely alapítónk. A kőművesünk Szigeti Attila és Varga András volt. Az asztalosunk Perlei Károly és segítője Filip Attila, valamint Boros Gábor. A növények ültetését Fekete János segítette. A egyéb segítőink, akik festésekben, különböző apró munkák elvégzésében segítettek, nyilvánvalóan Puskás Zsuzsanna és Mihály Kornélia szülők, Csordás Gyöngyi, Szigeti Kati és férje, Mihály Kornélia férje, Udvarhelyi Tamás, Stanics Ágnes, Benke Éva, Lackó Krisztina, Kovács Krisztina, Lévai György, Nyári Endre, Ferenci Zsolt, Damián Zoltán, Angerer Attila, Maklári Sándor, Zabolotnaja Natália, Antalka Géza, Szabó Tamás, Nagy László polgárőr, Kovács Ágoston közveti megbízott, Balázs Judit és férje Miklós, Galántai Zsuzsa, Körmendi Tamás, a takarítónénik Székely Rozsika, Pécsi Mária, Kúria Antalné, Kulcsár Szilvia, és az utolsó simításokat Illés András, Szabó János, Illés Gábor és szintén Illés András, a két fiú segítette. Én egy nagyon nagy tapsot kérnék nekik, hiszen azt hiszem, hogy azt szeretném kérni tőletek és a tanároktól, hogy élvezzétek ezt az udvart, és magatokra is vigyázzatok nagyon. És köszönöm, hogy vagytok, mert értetek érdemes volt dolgoznunk. Sajnos nekem már muszáj volt kipróbálnom a mókuskereket, hogy ne dőljön rátok, úgyhogy én már tudom, milyen érzés, úgyhogy hát nagyon sok örömet kívánok hozzá. Egy dolgot szeretnék mondani, a padokat nézzétek meg, légy szíves, hogy nem fog el, jó? Mert tegnap este még festettünk egy-kettőt, hogy mielőtt leülnétek, azt nézzétek meg. Megfogtam egy szúnyogot, nagyobb volt egy lónál, és ütöttem a zsírját, több volt egy a húnál. Aki ezt a lehiszi, szamar a balónál, aki ezt a lehiszi, szamar a balónál. Na-n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 a
iskola néptáncosainak kis műsorát követően az osztályok népsorait tartalmazó szalagot a polgármester és a két szülő vágta át, majd a gyerekek azonnal birtokukba is vették az új iskolaudvart. Szadán hamarosan egy új nevelési intézmény is létesül. 2014. március 20-án tették le a Jövőnk a Gyermek projekt keretein belül az Európai Unió és a Magyar Állam 250 millió forintos támogatásával készülő új óvoda alapkövét. Az új 700 négyzetméteres óvoda Jánosi János Ibüldíjas főépítész tervei alapján épül, és három csoport elhelyezését teszi lehetővé a közeljövőben. Az épület műszaki átadása megtörtént, az óvoda környezetével, a parkoló kialakításával, illetve a parképítéssel kapcsolatos munkálatok folynak, a napokban be is fejeződnek. Igen, nagyon várjuk már az új óvoda átadását. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a önkormányzat mellett van egy szabad területünk, ami a régi és az új óvoda között van, és összekötő területként rendezzük most. Ez jelenleg parkoló célját szolgálja, de itt átjárás van a két intézmény között, és ennek a területnek még a sorsa nincs eldöntve, így most egy kis rendberakáson, egy szépítésen megy át, és jelenleg parkolóként tudjuk üzemeltetni. Az óvodánál még a parkosítás, az udvari játékok kihelyezése van hátra, ezeket november közepéig ígérték. Ezzel párhuzamosan már az óvoda termeit is kezdik otthonossá tenni a 8 óvodai pedagógus és 55 gyermek fogadására. Ezekről már Vejc Magdolna, az óvoda vezetője beszélt stábunknak. Hol tartanak jelen pillanatban a munkák az óvoda építésében? Hát már nagyon a vége felé járunk. Most már megvolt az első nagy takarítás, próbáltuk a tereket bejárni, kitakarítani, berendezni. Most már az eszközbeszerzésből is elég sok dolgot kaptunk, megkaptuk a tornaszereket, megkaptuk a foglalkozási eszközöket, és folyamatosan minden nap hoznak valami új és újabb dolgot. Aztán majd takarítani fogunk még, és a legvégén majd bepakolni és berendezni a termeket, majd ezt a legutolsó napokban a nyitás előtt. Mit mondhatunk a szülőknek, mikor vehetik a gyerekek birtokba az intézményt? Hát még egy kis türelmet fogunk kérni, mert a műszaki átadás történt meg, és ezután még gondolom, hogy egy pár hét, amíg birtokba tudjuk venni. Én nagyon szeretnék november 3-án itt kezdeni a gyerekekkel, de ezt csak úgy merem mondani, hogy nem biztosra, mert ha valami közbe jön, akkor lehet, hogy csúszni fog, de nagyon szeretnénk már minél előbb lejönni, mert most a régi óvodában vannak a gyerekeink, azok, akik nem tudták megoldani az elhelyezésüket, ők most a tornaterembe és egy kis terembe vannak éppen elhelyezve. A szeptemberi csoport már beszokott, most október 1-től egy újabb csoport szokik, és aztán utána majd a harmadik csoport jön ide szokni, amikor már megnyit az óvoda. Három csoport lesz, a Maci csoport, a Pillangó és az Őzike csoport. Ide 5 fő óvónéni fog lejönni, ahhoz 2 kis gyermeknevelő, 4 dajkanéni és egy félállású pedagógiai asszisztens fogja még segíteni az óvónénik munkáját.